Jóvá, Petres közben fölrúgták, és aztán Csehi ad haza. A partjező valamit jelez, beszélni akar nyilván Drigán játékvezetővel. Nem tudni, hogy mit akar, majd kiderül. Drigán odakéri a labdát magához. Liszti László kérdezett valamit a partjelzőtől. Drigán pedig visszaküldi Diszti Pétert a kapuba, és kapukirúgás lesz. Hogy ez ennyire fontos volt, na mindegy. És újból int, hogy menjen oda a Drigán. Nem ezt akarta talán mondani? Hát kérem szépen, az első fél idő 24. percében kisebb kerekasztal konferencia a zöldgyepen, a partjelző és Drigán játékvezető között. A partjelző valamit mond, megint Drigán jelez, hogy érti, majd oda kéreti Liszti Pétert, a labdát is. Na mi lesz ebből? Jó lenne tudni. Liszti Péter átöleli Drigánt. Kérem szépen, igaz, hogy ünnep lesz húsvét. Hát legyünk barátságosak egymással. Persze ebből nem lesz az. Szabadrugást ítél valószínű? Igen. A 16-os vonaláról ítél szabadrugást, Drigán játékvezető. Jobbánnal szemben szabálytalankodtak, vagy kivel, nem tudom, megmondom őszintén. Feltűnő szabálytalanságot én nem láttam. A partjelző ezek szerint valamit látott. A tény az, hogy a 16-os vonaláról szabadrugás a 26. percben. Emmer, Csucsánszki, gól! Kérem szépen, ebből még nagyon sok vita lesz. Ebből nagyon sok vita lesz. Jön Bot József, Egervári Sándor, a Honvéd vezérkara. És a mérkőzés hogy alakul ezek után, az is nagy kérdés. Na nézzük a folytatást. Pison. Csábi be középre, 11-es reklamálnak, biztos vagyok benne, és meg is adja. Drigán meg is adja. Sas szerelték ott az ötösnél. Emmer volt az, azt hiszem, aki szerelte. Kérem szépen, 29-30. Perc, tehát egy perc telt el, és már is ott a Honvéd előtt az egyenlítési lehetőség. A 11-es jogosságát nem tudom, lehet-e vitatni. Minden esetre a Honvéd játékosa nagyot esett, az tény. Gregor. 1-1. Már is kihasználta a lehetőséget természetesen a budapesti Honvéd. És 1-1 az eredmény a 30. percben, amikor Liszti Péter oda jön a partjelzőhöz reklamálni. Ki fogják állítani? Lehet Liszti Pétert, vagy sárgát kap. Elszabadult a pokol, sárgát kap. Jován, Horváth. Horváthot fölrúgja Drobni. Sárgát kap ő is. Vég. Liszti László szerelt. Óriás indítás kap Sas. Sas. Petrivéd.
Jovánhoz nem jutott el a labda, Csucsánszki emelget, amikor Tóth keményen játszik, amikor Tóth szabálytalankodott vele szemben. Közvetett szabadrugás, jelzi Drigán, újból Emmer és Csucsánszki dúó a labda mögött, mint a gólnál. A Honvéd játékosok közben lesre állítják itt az egész videóton csatársorát. Csucsánszki. Gól! Óriási gólt lő Csucsánszki. A távolság 25-30 méter. Hatalmas gólt lő. Úgy emlékeznek még az első videóton gólra. Ugyanígy volt. Emmer és Csucsánszki dúó a labda mögött. Liszli Péter sorfalat nemigen állított most ezúttal, és Csucsánszki laposan, kegyetlenül bevágta a labdát a kapu jobb alsó sarkába. Nagyon szép gól volt. És folytatódik a játék. Itt a szünetben egyébként többen vitatták az első gól előtti helyzetet. Itt van Lauber is, aki ellenőr a mérkőzésen, és szerinte teljesen jogos volt Drigán játékvezető döntése, és ebben a partjelzőnek a jelzése, és azt tűnik, hogy Diszti Péter Diszti Lászlóhoz adta kézből a labdát, aki letoppolta, majd Diszti Péter odament és fölvette azt, tehát kétszer érintette a tudatosan belül, és ezért pedig szabadrugás jár, közvetett szabadrugás, és ebből született aztán ugye Csucsánszki első gólja. Csábi nem tudja levenni, Emmer viszont már vezetheti a támadást, hosszan szükteti magát, de így jó Jovánnak. Jovánt újból elütötte Cseh, ez is sárga lap. Gregor Csucsánszki szerelte és indítja Jónást, jobb oldalon megy Máriási, Jónás nem veszi észre, most veszi észre Máriásit, gólhelyzetben Máriási, és 11-es. Drigán 11-est ad, Szijjártó megmozdulását ítélte szabálytalannak, Máriási megtolta a labdát, gólhelyzetben volt, megadta a játékvezető. Csucsánszki, lesz a harmadik, Mester 3-as lesz. Csucsánszki Mester 3-ast ért el, és a második félidő 20. percében 3-1-re vezet a videóton. Nagyon szép volt Csucsánszki, laposan, keményen a jobb alsó sorokban lőtte a labdát, és ezzel 3-1 a videóton javára. Tessék hallgatni a közönséget! 40.